Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. M3-ok Tomival az utóbbi időben főleg azért találkozhattatok, mert volt egy kis perpatvar a hatósággal, valaki feljelentette, hogy ő illegális autóbontót működtet, és ebből kerekedett egy ilyen egyéves kanosszajárás. Most erről fogunk beszélgetni, meg még nagyon sok minden másról, úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és tartsatok velünk! Minden youtubernek szerintem megvan a maga arch enemy-e. Tehát az a fő ellenség. Tehát ott van a Vin Diesel, neki igen. A jó ízlés. Igen. Ott van a becsületes nepper, neki az NKH. Hát igen, gondolom. És neked meg a magyar hulladékgazdálkodás. Tudsz már rajta nevetni? Hát eddig is tudtam, mert hogyha megnézted a videókat, akkor láttad, hogy azért rihegtem, röhögtem rajta. De kínódba. Most meg már olyan jól esően, gondolom. Most már egy picit jobban esően. Nyilvánvalóan hasonló eredményt vártam, mert hogyha nem ezt hozták volna ki, akkor az nagy probléma lett volna ilyen jogállam szinten. Mert hát nyilván olvasom a törvényeket, tudtam, hogy mire számítottam. Akár le is ültethetnek. Akár le is ültethetnek. A nemzet autóbontó bűnözője. Egyébként igen, akkora bűnöző vagyok, még a 7-es BMW-t is vettem hirtelen, ijedtem be, feketét. De... Tehát tényleg, egyébként egy jó darabig tényleg úgy tűnt, hogy én teljesen belebukok ebbe a hatósági útvesztőbe. De milyen opcióid vannak akkor? Tehát tegyük fel, hogy mi lett volna, ha? Mert hát, ugye tegnap megjelent ez a videó, hogy kimondta a hatóság azt is, amit te állítottál, hogy nem vagy autóbontó bűnöző. És ugye, ami nagyon fontos, hogy ezt úgy írták le, tehát nem azt írták, hogy bűncselekmény hiányában, hanem leírták, hogy ez a cselekmény, amit én elkövettem, az nem bűncselekmény. Tehát én elkövettem az autókon való kulcsolást, mert hát látszik a videóban, tehát foglalkoztam az autóimmal, az én kis telkemen, az én kis helyemen. Ez mind kiderült utólag, nem bűn. Várjál. Tegyük ezt tisztába egy kicsit így a jognyelvén, mert... Eléggé immédiás részbe levágtunk. Nem immédiás rés, de hogy te ugye egy végzett mérnök vagy. Tehát ezért lett MH vlog, mérnök hallgató videoblog volt 2014-ben, amikor még nem úgy tűnt, hogy mérnök leszek. De mérnök lettél? Igen. Na most, hogyha valaki mérnök lesz, milyen specializációval? Mechatronikai mérnök. Mechatronikai mérnök. Tehát amikor ezt a képzést elvégzett, azért akarok az elejéről kezdeni, mert arra vagyok kíváncsi, hogy te a végzettségednél fogva kulcsolhatsz-e otthon autót, mert tudomásom szerint, hogyha valakinek nincs autószerelő végzettsége... Papíron, igen. Tehát, hogyha nincs autószerelő végzettséged, akkor nem nyúlhatsz autóhoz, viszont, hogyha elvégzed a mérnök képzést, akkor ott teljesítesz olyan modulokat, amik erre feljogosítanak, nem? Ez egy érdekes kérdés, mert ugye a 1990/1-es törvényben a gépernyő fenntartó tevékenység dologi és tárgyi dologi és emberi feltétele, most fejből meg nem mondom pontosan, hogy mi a címe, de lényeg az, hogy kikeresi valaki, abban benne van, hogy szó szerint van mechatronikai mérnök, az akár vezető feladatokat is elláthat, például én lehetnék műhelyfőnöktől kezdve bármi. Tehát műszaki mérnöki képzettsége, te gyakorlatilag bárhol... Konkrét szakmunkát végezhetsz forgalomban résztvevő járműveken. Dolgozhatsz és irányíthatsz munkát a jármű fenntartó tevékenységben. Csak ugye ez a törvény is arra vonatkozik, hogyha te ezt csinálod egy cégben, vagy egy céged van, vagy egyéni vállalkozásként ezt a tevékenységet űzöd, és ebből van a bevételed. Jó, ugye semmi olyan nincs leírva, hogy magánszemélyként te a saját autódon mit csinálsz, és mit nem. Visszaeső bölcsész, igen. Én nem nyúlhatok az autómhoz tudomásom szerint. Tehát mondjuk egy fékbetétet nem cserélhetek ki, egy futóműalkatrészt. Nézd, a törvény arra vonatkozik, aki hivatás szerint végzi a jármű fenntartó tevékenységet. Legjobb tudomásom szerint, ha a saját autódat magadnak kulcsolod, az elméletben oké. De várj. Nem, ez egy nehéz ügy, mert erre nem tudtak nekem választ adni. Tehát én ezt megkérdeztem. De téged nem is ezzel támadtak be. Nem. Hiszen a végzettségednél fogva ezzel nem támadhatnak be, hogy te miért kulcsolsz otthon. Ezzel is próbálkoztak. Tehát volt ilyen szándék? Persze. Tehát elején én elmondtam, mechatronikai mérnök vagyok, minden. Úgy lesöpörték, hogy ezzel nem lehet. Nem autószerű, nem lehet. Ez volt a telekemen a válasz a hölgytől. És tehát egyébként ebből is indult ki ez az egész jogi hercehurca, amit én leműveltem, hogy én véletlenül megtaláltam ezt az 1990/1-es törvényt. Mert azt kerestem, hogy milyen végzettség kell ahhoz, hogy én ezt csináljam.
Már egyébként jelentkeztem jármű mechatronikai technikusi képzésre, mert azzal biztosan, bejelentkeztem az OK-ra mindenre, mert azzal biztosan lehet ilyet csinálni, és akkor derült ki, hogy igazából mechatronikai mérnöki végzettséggel, hát ott van benne a törvényben, én még hivatásszerűen is csinálhatom ezt. De ez a törvény ugye nem tér ki arra, hogy valaki a saját autóját otthon miért ne csinálhatná. Tehát ez a problémám, hogy nem találtam olyan törvényt, hogy magánszemély a saját autóját otthon miért ne szerelhetné. Effektíve így nincs leírva. Az a bajom, hogy nem tudom kijelenteni, hogy ez teljesen legális, de azt sem tudom mondani, hogy ez tiltva van, mert nincs effektíve leírva. Én azt gondolom, hogy ugye figyelembe kell venni az életszerűségi faktort, igen, meg a felelősség faktorát. Igen. Tehát, hogy én is szoktam szerelni a saját vackomat, nem azt, amiben a család ül, mert az jó lenne, ha mindig működne. Most, hogyha az MX-öt egy vagy két hétre kiesik alólam, akkor hazasétálok nagy kaland. Ellenben, hogyha a Priuszt elrontam, miközben én itt csavarozgatok, azért az egy kicsit nagyobb probléma. Hogy én is szoktam, viszont nyilván vállalom a felelősséget. Igen. Tehát, hogyha a következő sarkon kifordul alól a kerék, mert nem jól raktam össze, akkor az az én hibám lesz. Nyilván törekszem arra, hogy ilyen ne történjen, hiszen onnantól kezdve, hogy a forgalomban van az autó, az onnantól rohadt problémás, mert nem csak a kerék fordulhat ki, hanem átmehetsz valakin. De ugye azt tudjuk, hogy Magyarországon generációsan, evolúciósan gyönyörű hagyományai vannak az autó szerelésnek. Most, hogy ez jó vagy rossz, azt szerintem... Ez egyéni felelősség kérdése, tehát hogy ki... A felnőtt társadalom, föl tudod-e vállalni ezt a felelősséget, és hogyha tényleg bajt okozol, mert mondjuk ne ölj meg senkit, csak legyen az, hogy mondjuk egy fitting elfossa magát, föllocsolod 10 liter olajjal a nagykörutat, és azon ketten összetörik magukat, nem lesz bajuk, az akkor is a te hibád, és hogy ezt utána fel tudod-e vállalni. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés, de akkor ezzel is próbáltad beléd állni. Igen. És akkor a végül a hulladékgazdálkodásnál sikerült téged tetenérni. Hát, eredetileg engem azért jelentett be a kedves úriember, aki leírta, hogy én igazából azt csinálom az interneten, szerinte, hogy hazaviszem a roncsautókat, földarabolom, majd ezt így szórakozásként tálalom az interneten, és a roncsokat kidobálom az erdő szélére, és emellett még fel is locsolom olajjal a kertet. Ez van leírva abba az e-mailbe, ami a bejelentés volt, és arra hivatkozott, hogy én egy nagyflex bemutató tesztben ketté vágtam egy autót. Ami, hát, végülis saját autómat akkor vághatom ketté, mint akarom. Nézzük egy kicsit az emberi oldalát. Találkoztál azóta ezzel a személlyel? K. Adrián? K. Adrián, igen. K. Adrián. Hát, megvan a teljes neve. Tudni vélem. Tehát... Ha saját nevével jelented be, mert azt gondolta, hogy nem adják ki a nevét, vagy egyszerűen csak szeret volna később hencegni, hogy ő volt az, aki MHV Tomit tönkretette, akkor tudom, hogy ki ő, mert hallottam az úriemberről Vas megyeiben. Tehát nem adok ki róla semmit így igazából, mert még... Nem lenne etikus, még így sem. Nem etikus, a rendőrségnek kiadtam. Fejlentés az megtéve nyilvánvalóan, tehát megtettem a jogi lépéseket, az tényleg megtörtént. Most jelenleg a hivatal elleni fejlentés, a spoiler, az már vissza is jött a rendőrségtől, hogy áttették a megyei rendőrkapitányságra, és tényleg alkalmas a BTK 305-ös paragrafusának a hivatali hatalommal való visszaélésnek a gyanújára. Tehát befogadták gyakorlatilag. De maradjunk az emberi oldalánál, tehát akkor van valami sejtésed arról, hogy ez az ember, aki bejelentést tette ellened, hogy te mit csinálsz a telkeden, az volt ennek valamint, nem is tudom, leöntötted sörrel két héttel korábban véletlen a kocsmába, vagy a ház elé parkoltál? Nem, amennyire tudom az illetőről, nem is Vas megyében lakik, pesti. Csak Vas megyei származású. Tehát ez egyszerűen az volt, látta a neten, előtte már írogatta a különböző kommentekbe, hogy amint meglát tőlem egy autóalkatrész hirdetést, akkor egyből megy a feljelentés illegális autóbontásért, stb. Tehát megvannak ezek a screenshotok, ezeket is továbbítottam a rendőrségnek. Előtte nekem bejelentette, hogy föl fog engem jelenteni. Utána miután megtette a bejelentést, utána írt kommentbe, hogy bejelentett, várja a fejleményeket. Tehát ez a fajta kedveskedés az ment. Emellett kaptam néhány kedves e-mailt hasonló típusú emberektől így mellékesen is. Pont most nemrég a videó kimenet előtt egy-két héttel
egy nagyon kedves úriembertől, aki hát már prognosztizáltam nekem azonnal is gyönyöröket a börtönbe, szóval hogy kicsit kezdek el gyúrni, mert hamar becsicskítanak, tudod. Tehát ez megvolt ennek az emberi oldala. Én azt tudom mondani, hogy ezek tényleg unatkozó, nagyon sok idővel rendelkező, hát rossz indulatú emberek. Mondanék rájuk rosszabbat is, csak ez egy szofisztikáltabb podcast, mint. Én azt gondolom, hogy egy kicsit az embernek mindig kívül kell nézni a buboréken is, hogy ebben élünk. Én is egy ilyen helyen dolgozom, ahol ilyen autók állnak. Szereljük őket, henköljük őket, néha sikerül, néha nem. De hogy szerintem azért az valahol egy alapvető emberi igény, hogy amikor kinyitod reggel az ablakot, akkor nem egy autóbontóra akarsz nézni. Tehát ilyen szempontból még nem is tudnám. Tudom, nem autóbontó. Teljesen értem az érvelést, és ebben a szempontból igazad van. Viszont. De hogy akkor, ha jól értem, ez az ember még csak fizikailag nem is volt ott soha, ahol. Legalábbis tudomásom szerint nem. És ha már emberi oldal, akkor a szomszédok azok. Nagyon jobban vagyok mind a két szomszédommal. Egy gépészmérnök és egy villamosmérnök bácsi szomszédom van. Ők villamosokat hegezgetnek? Igen, villamosokat mérnek, nagyon fontos. És pont tegnap kaptam a gépészmérnök bácsitól egy nagy zsáknyi salátát, friss, finom salátát. A bácsinak olyan szép kertje van, az néha benne is volt a videóban, látszódott, hogy gyönyörű veteményesek között. Ez pont erre is hivatkozott az úriember a bejelentésbe, hogy egy undorító, mocskos autó bontóan igényes veteményesek között lakott területen belül. Igazából most az, hogy nekem álltak szépen sorba a telkemen az autók, ahogy látszik a videóban is, az én azért vettem egy nagy telket, egy olyan helyen, ahol igazából semmit nem zavarok, hogy állhassanak az autója, a matchbox gyűjteményem az valahol állhasson. És a szomszédokkal teljesen jobban vagyok. Tehát mióta azt a telket én megvettem, azóta ez így rendben van. Most ez egy új szomszéd van mellettem, a villamosmérnök úriember, egy nagyon normális fickó, ő is furfarag folyamatosan, tehát nem, hogyan mondjam, hasonszörű emberekkel vagyok körülvéve. De mert mondom, amikor elindult ez az egész sztori, akkor... Nyilván mindenki arra gondolt, hogy a szomszéd még, majd... Még a Total Car-nál beszélgettünk ezen, ahol nagyon sokan egyetértettünk azzal, hogy ez egy patkányság volt, de azért többekben felmerült az, hogy... Hát mert szarul néz ki a hely, ennyi. Igen, hogyha mondjuk minden nap erre kéne kinyitni tényleg a konyhaablakot, akkor azért az... Ezt megoldottam egyébként ügyesen és okosan, 2 méter magas betonkerítéssel körbe, úgyhogy... De nem, egyébként mondom, nem volt ebből sose probléma, tehát nem szólt érte a szomszéd. Ez egy puszta internetes rossz akarás. Érdeklődőek is szoktak lenni, hogy na, mit hoztam, mutassam, megnézegették mindig, jaj, ilyenünk volt, nekünk is 70 pluszos szomszédaim vannak. Tehát, hogyan mondjam, egyetlen egyszer volt olyan, hogy kicsit hangosabb voltam az egyik autóval a kelleténél, annyi, hogy pont a pajta mögött részen akartam beindítani, ugye kipufogó nélkül Jaguar, mellette a lovar, de a gyerekek lovagoltak, akkor le kellett állnom, mert megriasztott a lovakat. De elvárható, normális. Leálltam, aznapra abba hagytam, másnap, amikor sehol senkit, tovább folytattam a dolgomat, csak odébb kellett rakni az autót, muszáj volt. És tehát meg lehet mindent beszélni, normális emberekkel vagyok körülvéve, mert kis falu, hogyha ott lett volna a bejelentő, azt biztosan megtudom. Tudod, ez a tipikus kis falu effektus, egyik végén elfingod magad, másik végén tudják, hogy beszartál. Ez mindig is így volt, tehát ha mondani lett volna, tudtam volna. Az a baj, hogy tehát ez nem az első eset, hogy engem itt nagyon le akarnak járni, tönkre akarnak tenni. Tehát már évekkel korábban is voltak hasonló próbálkozások. Rólam terjesztették azt, hogy itt egyébként itt az alakaromon egy nyilas tetkó van, csak púderezem meg. Egyébként ilyen meleg vagyok, olyan meleg vagyok, stb. Nem ért vagy ezzel, hogy mi a probléma, tehát a nyilas tetkóval értem a homoszexualitást annyira, nem? Úgy mondom, hogy... Tehát most azért 2024-ben vannak hatékonyabb módjai a befeketítésnek. Az az igazság itt, én ezzel úgy vagyok, hogy idióta patkány emberek mindig is lesznek. Ezt nem lehet kivédeni, valószínűleg ezt is most éppen nézi, vagy ő, vagy valaki más hasonszörű haverja. Hello! Remélem erre is kiveri, ha a videókra kiverte. Mindig ezzel poénkodok benne, de hát megtörténik. Nem ítéljük el. És hát ez most erre csak azt tudom mondani, hogy ez ilyen. Tehát ez nem fog változni, és itt a legnagyobb probléma ezzel, az egész üggyel, hogy miután volt ez a patkányság, hogy felnyomott, utána a hatóság úgy állt nekem bele ebbe az ügybe, hát
főispán úr által kiemelt ügy, nem hivatalosan kiemelt ügy, ahogyan az egyik kedves ellenőr itt így elmondta, hogy gyakorlatilag engem fogtak és elnyomtak, mint egy cigicsikket. De mi volt az ok, mi volt az indok? Lehet ennek sejteni a hátterét, mert ezt szépen kifejtetted a videókba, meghallgattam egyiket, de hogy elméleteim de hogy vannak. Mi volt az ok mögött, hiszen azért tehát, hogy most egy 100 000 feliratkozós YouTube csatorna vagy, de nem sok vizet zavarsz. Igen. A nem sok vizet zavarsz alatt azt értem, hogy állami szinten. Nem állsz bele politikai kérdésekbe, nem tenyered meg az állami tendereket. Szóval én próbálom azt hinni, és remélem, hogy csak ennyi, hogy tehát az a hölgy, meg az úriember, aki kín volt, főleg a hölgy, neki nagyon nem tetszett a telkem, hogy ott ilyen régi autók állnak. Tehát megállt, mondom, tényleg az történt, megállt a pajtán mellett, hátul ott volt, egymás mellett szépen sorba lerakva a két kettes Golf, egy C15 Citroen, a Plymouth Turismum, hátul állt letakarva az Eurocargo, meg letakarva a BMW-m. És így megállt, ez tiszta ügy, ez egy illegális autóbontó. Tehát ott volt az, hogy olyan szinten elborult az agyam, tehát ott üvöltöttem ezekkel. Tehát én életemben nem emeltem még föl a hangomat hatósági személy ellen, de ott üvöltöttem velük. Mert ugye én mondom, próbálom azt hinni, hogy ez tényleg ennek a két, hát szerintük jól képzett, szerintem nem szakellenőrnek a partizánkodása volt, főleg miután ugye... Ilyen csak azért is? Hát én úgy éreztem. Nagyon érezhető volt rajtuk, hogy most megfogtak, most megvagy, most miénk vagy, ebből lesz nagy eredmény. Ugye frissen felállt hatóság volt. Akkor, ugye ez 2023 évelejéről beszélünk, frissen átvette a MOL ugye az egész hulladékipart Magyarországon, felállt a hulladékgazdálkodási osztály, külön új osztály állt föl azért, hogy ezeket vizsgálják, meg gyakorlatilag végsöpörjenek az országon azért, hogy minden a MOL-é legyen. Állítólag. Az ügyvédenek mondom. Hallottunk ilyet. Állítólag. Mi ezt nem állítjuk. Mi ezt nem állítjuk, ezt csak ilyen kommentet az interneten. A Vas népek? Igen, a Vas népének a vasárnap utáni számában. Akkor hallottam, hogy a Szomták placi. Nem, tehát mondom, érdekes, hogy amint átvette a MOL a hulladékgazdálkodást, fölállt egy új hivatal, és azonnal hirtelen iszonyatosan fontos volt minden ilyen hasonlónak a vizsgálata. Nézd! Hogy mondjam, tehát még csak feltétlen egyet sem tudok érteni vele, mert vannak olyan emberek, akik ezt nem úgy művelik, mint te, és tényleg káros, és tényleg... Ezt erre akartam most kitérni, hogy azzal a résszel, hogy a hulladékgazdálkodás, meg hogy ne szennyező a környezetünket, én teljesen egyetértek, vizsgálják, nézzék, mert tényleg okádék dolgok vannak vidéken. Viszont pont egy youtuber, aki ebből él, az már csak ennél fogva sem teheti meg, hogy így viselkedjen, igen, hiszen meglehetősen ellenérzést vált ki a kommentelők között. Nem véletlenül nem találtak nálam semmi olyat, mert hogyha lett volna valami olajszennyezés, vagy ilyesmi, azt azért észreveszik. Tehát ezek az emberek erre voltak kiélezve, hogy azonnal. Tehát itt szerintem már akkor tudták, hogy belefutottak a bajba, csak hát én meg ugye pont ugye abban az időszakban körbe kérdeztem ismeretségi körbe, hogy most mi ez az egész hulladékgazdálkodás, mit akarnak tőle, mit tudok tenni, egyáltalán hova tudom elvinni az autóimat, hogyha el tudom vinni, akkor senki nem vett át semmit. Autóbontóban megmondták, hát figyelj, itt hagyhatod, de nem tudunk el csinálni semmit. Papírt nem adnak róla, semmit. Egyetlen egy hely vette át Szombathelyen, és hát oda elvittem, mivel hát kvázi megmondták, ha nem viszem el, akkor ilyen meg olyan milliós bírságot fogok kapni. Ne legyünk álszerények, azért ez a ügy azért nagyon-nagyon megpörgette a csatornádat. Hát, gondolom. Igen. Hogy mennyire sikerült ebből profitálni, mint a gyártó, hiszen egy elég, tehát amikor az ember... A veszteségekhez képest igazából, hogyan mondjam, egy minimális plusz lett belőle, de hogyan mondjam, a feliratkozó számba olyan hatalmasat nem dobott. Tehát, hogy volt egy videó. Nem legalább... is feltétlenül erre a részére gondolok, hanem arra, hogy te eddig csináltál egy bizonyos fajta videókat, és most úgymond ez a... Hát régen úgy hívták, hogy közéleti újságírás. Ez most valami olyasmi, igen, tehát így ilyen félig meddig közszolgálat, hogyha azt vesszük, mert gyakorlatilag dokumentálok egy esetet, ami történik éppen velem. Őszintén szóval meglettem volna nélküle, tehát, de ettől függetlenül
eltölt valamiféle sikerélménye, vagy jó érzése, vagy a keserűség azért lenyomja? Hát, továbbra is fölhúzom magam rajta. Most is így kell, érzem, hogy megy föl a pumpa. De ahogy beszélek róla, úgyhogy lehet, hogy kell majd előbb-utóbb sipolgatni is, de úgy szerintem hatalmasat nem adott hozzá csatornához, sőt, inkább elvett. Tehát a hatalmas nagy megtorpanás volt nekem ez. Tehát az a pusztán csak azért, mert hogy az erőforrásokat a szerelésről át kellett fordítani ide? Egyrészt, másrészt meg ugye az első időszakban, az a 3 hónap, hogy június-júliusig, én nem tudtam, mit csináljak. Oké, kifutottak az előre bekészített videók, mert ugye én 1-2 hónapra előre dolgozok folyamatosan, pontosan azért, hogyha bármi krak beüt, akkor azért ki tudjam valahogy mozogni. De akkor ott én úgy álltam ott, hogy most akkor mi van, nem nyúlhatok az autóimhoz, nem csinálhatok rajta semmit, hogyha kiállok szerelni, még egyszer kijönnek, és ahogy megmondta is a hölgy a hanganyagon, amit ki is raktam, hogy ha még egyszer kikerülnek, akkor nem csak bírság, hanem dupla bírság azonnal. Tehát meg ugye fenyegettek talajcserével, ilyesmit, tehát azt így megkérdezte tőlem a hölgy, hogy nem, ugye tudom, hogy mennyibe kerül egy talajcsere. Még kérhetünk egyéb vizsgálatokat is. Tehát így, még nyilván hallottad. Ez a leckésztetés. De csak tudod, amikor egy ilyen hangsúlyjal mondják, és ugye nem tudod pontosan, hogy mit tegyél, mert ugye ekkor még nem voltam ennyire kiművelve jogilag. Tehát itt azért már kezdtem kapizsgálni, hogy várjunk, csak itt valami gond van, és hát utána még olvastam át pár száz oldalnyi törvényt, meg eljárásrendet, meg hasonlókat. Tehát ott még nem fogtam fel, hogy pontosan mi történik velem az első sokk után. Mert hát nyilván is sokkoló, hogyha az embernek az autóit így fogják, és így egy a kupasz tetejére. Tehát ez egyszerűen az első pár hónapban totálisan lesokkolt. Első 2 hétben nem aludtam semmit, tehát a bérelt autómentőt lezúztam, ami, tehát az gyönyörű volt megint. Úgy téptem ki róla a hátsó lámpát, konzolostum minden estül, mint a szart. És pedig aztán van némi gyakorlatom autómentőzésbe. Utána lévő hónapok az tényleg ez a jogi bújással tölt, tehát megpróbáltam azért valamit alkotni, nem autós témában. Érkezett valamiféle segítség a közösségtől? Tehát, hogy hát, az ügyvéd az ilyenkor azért szokott jelentkezni, nem, meg olvasók, nézők, akik... Tippeket adtak, de úgy különösebben, tehát, hogy effektíve valaki felajánlkozott, hogy akár ügyvédként beszáll, vagy ilyesmi, nem. Tehát ez mind saját zsebbété volt. És hát ugye próbáltam valamiféle tartalmat csinálni, amit általában szoktad, hogy neki a retros dolgoknak, meg ilyeneknek, ami nem autó, mert nem tudtam, hogy ez egyáltalán lehetséges, hogy most akkor mivel haladjak tovább. Tehát igazából az elmúlt 10 évet azt így mondom, le lehet húzni a kukába. Tehát érted? Uh-huh. És akkor még esetleg elővesznek mást is, mert látták ki ebben a videóban bármit. Tehát ilyen nincs, hogy csak úgy fogják, és akkor előhúzkodnak mindent a kalapból, és azért megrángatnak. De, és akkor utána jött a határozat, megfelelőbbeztük, bíróságon elkaszáltak, az megint egy gyönyörű sztori volt. Ha valaki esetleg kíváncsi rá, akkor az 5. kis embervélyes karhatalom epizód alatt, ott a linkje a bírósági ítéletemnek, el lehet olvasni. Ott az 52-es pontot ajánlom mindenkinek, ott leírta a bírónő, hogy még a valószínűség szintjén sem tudtam bizonyítani azt, hogy én nem vagyok autóbontós. Szóval, és akkor ugye utána ez kezdődött a büntető eljárás. Tök őszintén, adtál el valaha bontott alkatrészt? Hát olyat, amit vettem, persze. Uh-huh. Tehát én ugye effektíve alkatrészeket vettem az autóimhoz. Sőt, amit megvettem a Jaguarhoz, egy csomó cuccot, abból egy részét eladtam. És ezt meg is kérdeztem egyébként most így az utána, amikor mentem vissza, átvettem a leadott pendrive-omat a rendőrségem, és megkérdeztem a rendőrnyomozót, hogy mondom, most akkor itt van egy kupac alkatrész, amit megvettem az autóimhoz előre, benne áll egy valag lóvém, hogy most akkor ezt el lehet-e adni, azt mondta, hogy gond nélkül. Mert jogod van birtokolni, jogod van megválni tőle. Tehát ezek itt elmondtak nekem, hogy csak azért, mert nekem van alkatrészem, az biztosan illegálisan bontódott általam. Ilyen nincs. Ez nem áll meg. És ugye pont ezért fontos, hogy tényleg úgy lett vége ennek a rendőrségi nyomozásnak, hogy ez a cselekmény, amit én elkövettem, nem bűncselekmény. Tehát igazából itt leigazolták, hogy igen, kulcsolhatsz az autódon, ne szennyezd a környezetet, ennyi a moral of the story, de ezt támogatom én is.
Igen. És akkor most így az egy év keserűség után tudod ezt megcsinálni felettem, vagy szeretnéd ezt megcsinálni? Egyre inkább. Tehát most már úgy vagyok vele, hogy most már megint... De volt egy olyan szakasz, amikor azt mondtad, hogy beszélgettünk erről pár hónapja, hogy még akár el is engednéd. Igen. Hogy akkor, mert hogy ezt az egész YouTube karrier. Pont azelőtt volt, ugye akkor voltam itt a gonosz Swiftes témában, ez pont azelőtt volt egy héttel körülbelül, vagy kettővel, mikor megkaptam a gépjárműves szakvéleményt. Ami egy hulladék gazdálkodási igazságügyi szakértő írta, és annyira megkönnyebbültem, amikor leírta ugyanazt, amit én akkor már április 20-án ennek a két maki majomnak ott bizonygattam a JSP-s papírjaimmal mindennel a telkemen. Nyilván az autómat nem hozza vissza, de tudod, ez az érzés, hogy igen, igazam volt, elolvastam a törvényt, értelmeztem, és ezt jól tettem. Tehát, hogyan mondjam, az egy nagy kő volt, megint csak. És hát ugye ott vártam még, hogy mit csinál, mert nyilván onnantól is megszivathattak volna még, gond nélkül. Tehát volt olyan lehetőség, hogy kellemetlenséget okozzanak, de hál' Istennek annyira azért nem akartak belém állni, vagy egyszerűen az ügyészség normális volt. Mi volt a zséterv, hogyha elkaszálnak, és mondjuk kapszik felfüggesztettet? Hát akkor kontroll alatt bakancs, akkor eladok mindent, megmarad a robur, fölpakolom rá, ami maradt, azt irány a nyugat. De tényleg... Helsinki, az már nyugat? Hogyne? Hát egyébként valószínűleg mentem volna tovább Európai Unió szinten, nyilván azok évek, meg minden, de most szerintem szóval van egy mérnöki diplomám, hogyha nagyon akarom, bárhol megélek, nincs azzal gond. A robur majdnem készen volt, felrakom rá a Trabantot, aztán Spanyolország szép hely, azt hallottam. El tudod még amúgy magad képzelni? Tehát, hogy neked volt egy rövid ilyen korporét kitéröd, amikor elmentél céghez dolgozni, mint alkalmazott. Hát az a rövid az, hogy összességében majdnem 6 év volt. Hát mondjuk a YouTube karrierhez képest az rövid. Igen. Szóval, hogy látod magad így előfordulat, hogy egyszer majd így betagozódsz a társadalom hasznos tagjának? Köszönöm a kérdésedet. Irónia. Megfogalmazás, nyilván értem, de... Ezt tőlem is meg szokták kérdezni, hogy leszek-e valami rendes ember. Normális ember, normális munkával, nem csak egy léhűtő pöcs az interneten, igen. Nyilvánvalóan. Szerinted ilyen? Vagy? Nem tudom. Ha úgy esik, akkor persze. Tehát nem, én úgy vagyok vele, hogy ameddig ezt tehetem, addig csinálom, mert ez viszonylag szabad élet. Gyakorlatilag ugyanazt csinálom, mint amit munka mellett csináltam, csak nem kell a munka mellett szívni vele. Azért kérdezem, mert nagyon sokszor beszélsz a mérnöki szemléletről és az ehhez tartozó tudatosságról, az autókról, vezetett Excel táblákról, a bevétel, kiadás, stb. És ez sejtett valamiféle nagyon precíz, pragmatikus hozzáállást az élethez. És akkor közben meg van a másik, hogy ahogy esik úgy puffan, hogy a csatornának az épülésében, az előmenetelében, a projekteknek a megválogatásában meg azért ilyen eléggé csapodár vagy. Tehát ott nem érezni azt a mérhetetlen tudatosságot. Mert... Szóval, hogy akkor most melyik a valódi bollatomi? A mérnök, vagy akit a neten látunk csavarozni? Az tény, hogy valamilyen szinten ez egy felvett perszóna. De nagyon közel áll ugye a valódi személyiségemhez. Tehát azért a videó próbálok pörögni, egy kicsit lazábban venni a dolgokat, ami a valóságban meg jól is esik. Tehát emellett persze csinálom a dolgomat, amit építek, amit javítok az autókon, azt ugyanúgy végzem, mint hogyha mérnökként dolgoznék. Tehát próbálom azért precízen. Nyilvánvalóan előfordulnak AS szabványos dolgok. Nem tudom, az AS szabványa tisztában vagy. Bölcsész vagyok, ne haragudj. Ahogy sikerül. Valamiért, ahogy esik, ahogy igen. Úgy van, vagy valami ilyesmire gondoltam, de akkor nem voltam messze. De nyilvánvalóan az, ami, tehát nem lehet mindent így csinálni. Viszont amit meg lehet, mert ilyen just for fun projektek, mondjuk egy régi autó felélesztése, amivel mondjuk laksz az udvarba, csapok két kört, és ez nekem tök jó egyelőre, azt inkább így csinálom, mert egyrészt sokkal jobban élvezem, azt, hogyha nem vagy kötve semmi által. Másrészt meg... A másik oldalról meg amúgy meg tényleg precízen vezetek mindent, tehát most már annyira nem, mint a legelején, mert a legelején csináltam egy kvázi Excel-ben egy SAP rendszert magamnak.
Komolyan, tök jó. Ez nagyon túlmutat azért egy a háztáji barkácsoláson. Igen, de úgy voltam vele, hogy tehát láttam, hogyan működik egy multicég, láttam, hogyan működnek kis cégek, és próbáltam ezt a fajta vállalatirányítást valamilyen szinten implementálni ebbe az egész YouTube dologba. Ezt a szót meg ki kell googliznom. Mindegy. Tehát próbáltam azt, hogy tehát attól függetlenül, hogy ez egy hihi, huhu, haha YouTube dolog, meg én itt elökörködök az interneten, mert az vicces, attól függetlenül mögötte az a pénzügyeimre ügyelni kell, arra, hogy ez egy viszonylag rentábilis dolog legyen, ügyelni kell, meg tehát, hogy mindig legyen félrerakva, mindig legyen valamiből fejleszteni, mindig legyen egy picivel, több egy picivel jobb, még ha ez nem feltétlenül látszik is a hirtelen külső szemlélődő számára. Úgyhogy ezért is van az, hogy én továbbra is szeretném tartani ezt a kvázi vidám, hogyan mondjam. És ehhez kapcsolódik a következő kérdés, mert értem. Segíts ki, mert elakadtam. 100 000 feliratkozó, ez most lett meg az utóbbi hetekben, hetekben. Azt hiszem, talán egy másfél hete posztoltad, hogy átpörgött a 100 000-en, ami ahhoz képest, tehát már magyar léptékkel sem kicsi, de ahhoz képest, hogy egy mennyire ilyen jól behatárolható rétegnek egy nagyon nincs témában vagy. Egy nagyon réteg témában vagy, ez egy nagy szám. Igen. Ez egy komoly szám, amihez amúgy gratulálok is. Köszönöm. És hogy tök jókat szoktam beszélgetni más youtuberekkel a tudatosságról. Számíthatunk valamiféle tudatosságra, valamiféle, de nem projekt alapúra nyilván, hanem a média tervezésére, vagy így fognak tovább csordogálni a dolgok, ahogy csordogáltak eddig is? Ugye mivel kvázi ezt egyedül csinálom, igen. Ezért így... Ehhez kapcsolódik, hogy a következő kérdésre kérlek válaszolni. Lesz a fejlődés, igen. Beszélgettük ezt a múltkor. Nem ez lesz a következő kérdés, hanem más, de nem mondjad. Nem találtam ki francba. Nem találtad ki francba. Tehát ezért vagyok én, hogy ne tud kitalálni. Aha. Na szóval, média tudatosság. Igen, dolgozom arra azon, hogy nagyjából azért minden platformon jelenjenek meg dolgok, de ugye első sorban én most a projektjeimre koncentrálok, hogy főleg a nagyobbakra, ugye ez a pótlak, az a pótkocsiból készülő lakás, meg mellette az, hogy legyen egy rendes stúdió műhelyem, ahol kicsit minőségibben, szebben, az átlag nézőnek jobban tetsző módon tudjam csinálni a dolgaimat, meg egy kicsit most már azért én is vágyok arra, hogy egy komfortosabb helyem legyen. Így, a napi életvitelhez, vagy a szereléshez? A szereléshez. Napi életvitel az rendben van, tehát én tök normális körülmények között élek, tehát semmi extra. Igazából az, hogy amit ugye tavaly el akartam már indítani, ugye tavaly megvettem a két Jaguárt, és akkor az volt a tervem velük, hogy akkor felszámoljuk ezt a kvázi roncsozást, amit szokták, ahogy szokták hívni a kedves nézők, és egy kicsit kitakarítok, nem így, ahogy a hatóság megoldotta nekem, mert ez fájt, de egy kicsit leszűkítem az autó mennyiséget, tehát ilyen 10 plusz maximum, tehát 34-ről indultunk, úgyhogy... 10 plusz 20? Nem, tehát azért tartom magam, és akkor foglalkozni komolyabban egy-egy autóval, hogy akkor egy kicsit több célja legyen a dolognak, hogy akkor legyen mondjuk pályaautó belőle, legyen mondjuk autocross autó, vagy bármi, ami vagy csak egyszerűen egy olyan showcar, ami az én ízlésemet tükrözi, legyen az bármi retro, vagy akármi. És ez lett volna a terv a tavalyi évre. És ugye előtte azért is csináltam ezeket a viszonylag olcsó autókkal foglalkoztam, meg ilyesmiket, mert ebből tudtam annyi bevételt generálni, hogy az megmaradt még, és akkor ezt rá akartam költeni a pajtára. Ennek a pajta költségvetésnek a nagyon nagy részét vitte el most ez az egész hatósági ügy. Tehát ami most idén megvalósult, a tetőfelújítás, meg most az alapozás egy része, annak én a háromszorosát szerettem volna rákölteni erre a helyre, és akkor egy nagy 200 négyzetméteres stúdió, garázs, műhely komplexumot létrehozni belőle, amivel kényelmesen, szépen és nyugodtan lehetne dolgozni, és ugye mivel az egész életemet benne töltöm nagyjából, így számomra nagyon is komfortos lenne. Csak hát ugye ezt most megtorpedózták, és most kezdek úgy, így egy év után, szóval egy év után, 9 nappal ezelőtt volt a kedves évfordulója ennek a kis happeningnek a lelkemen,
kezdek úgy így financiálisan is helyre jönni, meg most, hogy már ugye megkaptam, hogy ez mégsem volt bűncselekmény, így már tehát más lendülettel állok neki. Tehát nagyon-nagyon megtörte azt a lendületet, ami volt nekem ugye még január-februárban a tavalyi évben. Tehát én úgy indultam neki annak a 2023-as évnek, hogy most akkor előre, most akkor durrantunk, nagy műhely, nagyon kész lesz a lakhatás, kész lesz a tele, körbekerítve, a szomszédokat sem fogom zavarni, ugye betonkerítésen, nem? Egyrészt nem látszanak a videó, mert azt próbáltam mindig kerülni, másrészt lefogja a hangot, harmadrészt egy jól elszeparálható kis környezetet csináltam volna magamnak, ami hát most kezd szépen lassan megvalósulni. Úgyhogy igazából ez a hú, honnan kezdtem el? Már megint mondtam is. Az, hogy a 100 000 néző és a tudatosság, igen, az hozza magával valamiféle... Hát a tudatosság az hozza magával, hogy ez előbb-utóbb meg fog valósulni. Csak ugye emellé kell az a lendület, ami viszi előre a dolgokat, főleg ugye YouTube-on, mert a videókból ugye átjön, hogyha... Elkerülhetetlen, hogy kicsit a zsebedben turkáljak, mert ez valószínűleg úgy sok embert érdekel, és nem kell konkrét számokat mondani. De hogy ez a fajta dolog, amire ugye előtte is felhívtad, hogy ez egy nagyon réteg dolog, hogy a hirdetők számára ez mennyire látható, és mennyire fenntartható ez a modell. Hát, főállásban vagy most YouTuber. Igen. Hát mivel ugye viszonylag termékeny vagyok ilyen videók szempontjából, tehát ez a havonta 4+2 körül videót tudok készíteni. És szólóban azért az nagy dolog, ezt mondanám mindenkinek, hogy egyedül heti egy videót összerakni, az munka. Hát őszintén szóval az a legnagyobb problémám most, hogy a következő 2 hónapra tele vagyok, és még mindig annyi mindent akarok csinálni, hogy nem tudom elrakni a videókat. Az utómunka, az amit sokan nem lehet. Igen, de ezt valamilyen szinten idézőjelben automatizáltam, hogy megnézed a videót, akkor eléggé... Sematikus felépítés. Van egy kvázi egy íve mindegyiknek, ami nagyjából ugyanaz. Tehát ez egy slice of life, vagy vlog sorozat még mind a mai napig, és ugye hát a műfaji kereteken belül maradok. Emiatt ugye viszonylag könnyen és gyorsan csinálom. Az ominózus kérdés, amire úgy rákészültem előbb, hogy engem mindig az érdekel, amikor emberek ezt így csinálják one-man show-ba, hogy vannak-e a környezetedben olyanok, akár rokonok, szeretteid, párkapcsolatok, akivel ezt meg lehet osztani. Tehát, hogy ez itt a közösség, az a néző, és velük osztod meg, és velük kommunikálsz, ugye live-okat csinálsz rendszeresen, vagy vannak a te életedben olyan hozzád közel álló emberek, akik esetleg a kamerán kívül, de hogy így osztoznak veled ebben a lelkesedésben, a munkában, és hogy ők kik, milyen emberek? Hát igazából a családom is benne van ebbe, tehát ők is tudják, hogy mit csinálok, meg gyakran szoktam mondani. Mikor jött el a szüleidnél az a pont, amikor már nem az volt, hogy fiam, kezdje már magaddal valamit, hanem melléd álltak, amikor és látták, hogy ez már működik. Amikor már kezdték látni. Tehát az szerencsém, hogy nekem a szüleim, tehát értelmiségi szüleim vannak, nagyon normális emberek, hál' Istennek. Tehát ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy egy nagyon jó szülői háttérrel rendelkezem. Tehát ők is segítettek ebbe az egész ügybe, hogy ezen így végig tudjak menni gyakorlatilag. Tehát rengeteg, nem is az, hogy pénzbeli, inkább csak ez a megfelelő érzelmi hátteret biztosították, hogy bírjam. Meg hát emellett barátnőm is nagyon benne van ebbe az egészbe. Gyakran szokott, mint operatőr megjelenni a videókban, és egyébként nagyon-nagyon jó szeme van hozzá. Tehát gyakorlatilag megfogja a kamerát, és én nekem alig van munkám a vágóasztalon. És így igazából a baráti köröm is nagy részt erre épül, ugye autók, ilyesmi, tehát gyakorlatilag ez, hogyan mondjam, inkább nekem a videózás hozta magával a közösséget, a baráti kört, tehát nagyon-nagyon sok embert, akit most a barátomnak mondhatok, csak a videózás révén ismertem, és sehogy másképp nem tudtam volna. És igazából megvan az a kör, akivel ezt megosztom, egy viszonylag tág baráti kör, és ugye a családban is, és így közelebb is. Tehát így én mondom a magamit erről. Tehát, és elfogadják. Tehát van fogadó oldal. Van fogadó oldal. De azért ez magával hoz egy olyan kérdést, hogy amit sokszor látok magamon is, hogy amikor a barátaid is ebből a körből származnak, a családtagjaid is vonzódnak ehhez a témához, akkor egy idő után elkezd túlcsordulni. Tehát ezzel foglalkozol a hétközben, mint munka, mert hogy
az, aztán hétvégén, is? Aztán hétvégén a haverokkal leültök sörözni, és ez a téma, majd leültök a vasárnapi ebédhez, ahol esetleg megint ez a téma. Tehát, hogy, és az ember azért sokszor érzi azt, hogy most már azért egy kicsit talán így 10 év elteltével beszélgetne másról is. Nem félsz egy ilyenfajta túlcsordulástól? Volt már egyszer-kétszer, meg én alapban egy munkamániás ember vagyok, tehát ezt... Na, nézd, ki volt az amatőr. Én direkt odaraktam, és direkt lenémítettem, mert mondom, tudod, hogy nálam szólal meg. Nekem is le van némítve, egy dolgot nem némítettem le, azt a számítógépet, amit a jegyzeteim vannak előttem ez a beszélgetéshez, és ezért elnézést. Semmi probléma. Szóval, hogy a túlcsordulás és a munkamánia. Ez megvan. Tehát én ha nem figyelek magamra, akkor 0-24 dolgozom. Mert ugye ez a baj, az a jó ebben, hogy a munkám a hobbim, az a rossz ebben, hogy a munkám a hobbim. És mivel ugye a hobbim, és szeretem csinálni, mind a mai napig, tehát nem undorral állok neki egy videó elkészítésre, vagy bármilyen autónak, vagy akármi, hát képes vagyok azt olyan szinten túltolni, hogy tényleg van olyan, hogy tehát gyakorlatilag összeesés határig szoktam dolgozni. És ez elő szokott fordulni. Például az, hogy hétvége, meg ilyesmi, az nem szokott zavarni, hogy munkában vagy bármiben. És ez problémás tud lenni. A párkapcsolatban nagyon kell figyelni rá, igyekszem. Lett-e miatt vége párkapcsolatnak? Igen. Igen. Úgyhogy ez problémás tud lenni. De lehet tréningezni, lehet rá figyelni, és akkor így ez nagyjából kiküszöbölhető, hogy Mi az off tevékenység? Mi az, amit akkor csinálsz, amikor ettől az egésztől akarsz távolodni? Most mit tudom én, nekem van olyan ismerősöm, aki biciklizni megy, van, aki horgászni megy, van, aki beül moziba, színházba. Te mivel tudsz eltávolodni a napi hallgástól? Videójáték. Videójátékot szoktam. De az is autós? Nem. Na, mivel játszol? Fallout. Melyik? Négy, most éppen a 4, de New Vegas, Fallout 3, az 1-2-t nem toltam ki. Szent háromság. Igen, de nem most a sorozat miatt, ez nem, már... Nem, ez... Nekem az nagyon régóta. Aki nem játszott Fallout-tal, azt tegyen egy próbát, mert a történetmesélésnek olyan szintjén imádom, van, hogy imádom. A sidequestek, amikor így elindulsz, és csak így felfedezett 200 évvel korábban élt emberek sztoriait. Én mindig olvasgatom a számítógépekre a logokat, mindent, nagyon, meg Baldur's Gate ezek. Szintén a storytelling. Igazából bármilyen játék, amiben nagyon jó a sztori, abban én el tudok mélyülni, és imádom. Hát igen, ezek a játékok, ez már ilyen összművészeti alkotás. Egyébként majdnem, hogy könyv, csak interaktívan kattingatsz közbe. Igen, csodálatos. Tehát, hogy akkor szóval, ez a pihenés? Hát igazából ez meg őszintén szólva, ami most az, hogy a munkának néha része, de akár csak ilyen ház körüli munkák, kerti munkák, azok úgy kikapcsolnak, tudod, amikor igazából izommemóriából dolgozol, de jól esik, elfáradsz, nem gondolkodsz benne sokat, az ki tud engem kapcsolni. Meg hát ugye, hogyha kirándulás, ilyesmi, tehát ezek a normál emberi tevékenységek így a YouTube. Azért Kőszegen mondjuk nagyon jókat lehet közlekedni erre-arra. Én még sose voltam fönn a Kőszegen. Nem mentél föl Kőszegen. Öcsém még gyakran járnak arra, de... Mondok valami, mert én is gyakran járok arra. Az igazság, nem... Tehát, egyszer hozd ki azt a biciklit, amit múltkor, tehát egy éve, másfél éve. Ja, a Duocot. Igen, igen, és menjünk fel a Kőszegi hegységbe. Csinálunk valami kis vlogot, ha van kedved. Jó. Fú, ki fogok fulladni, mert nagyon régen bicikliztem ilyen sokat, elektromosat, de... Az elektromos. Igen, de... Azért mondom, az elektromosat hozd, és akkor megnézzük, hogy... Simán. Jól van, na. Megpróbálhatjuk, és jó. Hogy csak sisakot vegyél, az nagyon fontos. Ja. Na, de múltkoriban nagyon rosszul jártam. Mert hogy? Hát most lett egy másik ilyen cyberpunk camping bringa, ami összecsukható minden elektromos, stb. Fedkerekű, de ez a 20-as kicsi fedkerék van rajta, 4,5 széles, bütykös gumi, de se a bütykökön, se a bütykök között nincsen egyéb minta. És amint egy tök jó szállaton, meg terepen, de amint nincsen, amint egy kicsit így nedves az útfelület, olyat zakóztam vele. Hogy... Viszont szóval, csinálnánk egy olyat, hogy kérek neked egy elektromos rásegítésű modern kerékpárt. Uh-huh. Hajlandó lenni ráülni? Persze. És egy speci, vagy egy Canyon, vagy valami hasonló? Simán. Egy igazán jót kipróbálni. Jó lenne, mert ugye általában én igen szoktam mondani az ilyen egyéb kínai gyártóknak a termékeire, mert baromi kíváncsi vagyok, hogy mit lehet és kapni. És ezért baromira tisztelek. Mert egyfelől bennem mindig ott van ezeknél, hogy személygyártás,
mert azért mondjuk ki, ezeknek igen, igen. jelentős része még mindig igen. ipari hulladék, amit ráadásul át is hajóztatunk a tengeren. Tudom, hogy az én bringámat is áthajóztatják a tengeren, jó, csak az elmegy 10 000 kilométert alattam 3 év alatt, ez meg nem. Ez meg ezret talán. Igen, de hogy ezért egyfelől haragszom rá. Másfelől viszont tudom, hogy nagyon sok embernek ez realitás, és hogy nagyon szeretnék ilyenekkel foglalkozni, arról nem beszélve, hogy van benne egy rohadt jó edukációs vonal, hogy miért ne. Hát ugye pont ezt próbálom én is tartani, hogy oké, megnézzük a bringát, nézzük meg milyen, próbálom azért kontextusában értelmezni, tehát hogy mennyiért kapsz mit, és hogy az mennyiben használható. Tehát például ott van az a Duoc bringa, erről beszéltünk, az itthon egy ilyen félmillió kategória, félmilliós ár körül van, kintről az majdnem 300 000 forint, hogyha megrendeled akármelyik kínai oldalról, és gyakorlatilag minden handicapjével együtt én abba beletekertem 300 valami kilométert gond nélkül, és továbbra is használom. És van használati értéke, tehát valakinek ilyenre van szüksége, a fék szar rajta, meg ilyesmi, de úgy, mint... Ne sporteszközként tekints rá, hanem ilyen falujárat. Egy közlekedő edénynek kiváló. Ugyanez a, szerintem nálatok is itt volt a Cookie Rain Roller, az a sárga, nekem az mindenki megvan a G2 Max Pro, igen, a Max. iPhone-okról nevezik elő. Igen, de én azt használom. És tökéletes arra, hogy én ott helyközi járatként használjam, ilyen 10 kilométeres körben gyakorlatilag. És gyakorlatilag most, hogyha kijöttek a jó idők, én nem autózok. Én nagyon keveset autózok. Ez a legjobb, amit az ember ilyenkor kell. Csak ugye azért is szoktam ezeket elvállalni, ez ilyen bármilyen eszközteszt, vagy ilyesmi, mert egyrészt nekem oda elküldik, nem kár, hogyha én ezt meggyepálom, meg tönkre akarom tenni, meg kipróbálom, meg szétrugom, mert hogyha kiderül, hogy nem jó, és nem bírja, és vagy valami olyan problémája van, ami rövid távon használatlaná teszi, azt én el fogom mondani a videóba. Igen, és őket ez jelenleg nem nyomasztja. Ja nem, tehát megvan a megjelenés, kész, pont. Tehát igazából ez egy fair trade, mert kiteszem, ott a link leírásban, cserébe meg elmondom azt, hogy én mit tapasztaltam vele. Hogyha jó, akkor elmondom, hogy miért jó, ha nem jó, akkor elmondom, miért ne jó, aztán majd a közönség eldönti, meg akarja venni, vagy sem. De most ennél többet szerintem persze. nem lehet tenni úgy, hogy az fair legyen. Csináljuk meg ezt mindenképpen. Te hozz egy ilyen biciklit, ja. én elhozom a sajátomat, meg hozok neked valami rendes elektromos. Egyébként azt nagyon megnézném, hogyha valami ilyen kínai vackot nekiállnál, úgy istenesen mountain bike-ként tesztelni. Sok protektorral, meg mindennel. Nem vagyok ellene a hülyeségnek, csak tudod, az a baj, hogy most már... Tudjuk a végeredményt. Az a baj, hogy hétfőn el kell mennem dolgozni, és tudod, 16 évesen ez... Igen. Kimaradt egy hét az iskolából, nagy kaland! Na most, ha egy hét kimarad a munkából, akkor azért az eléggé. Igen, tehát amikor bebotorkálsz talpig gipszbe, akkor... Az nem segít, nem segíti az ügymenetet. Nem annyira menő. Mindegy, figyelj, ezt hozzuk össze, ez egy jó poén lehet. Na, amit még nagyon át akartam veled beszélni kérdéskört, hogy néha azért azt érzem, hogy te egy erősen rossz korba születtél. És hogy bármint. Ráadásul ott vagy a nyugati határszélen, ami azért, hogy mondjam, még a komeinizmus alatt is azért az országnak talán egy vidámabb része igen. volt. Jobban eltáramoltak a nyugati termékek, a nyugati életszínvonal hasonlók, de hogy amilyen autókat választasz, aztán eleve ez a gyűjtőszenvedély, az őrizzünk meg mindent, és abból csináljunk még valamit, mert hogy még talán majd jó lehet. Ez tényleg egy kicsit így ilyen a hiánygazdaságból visszanyúló reflexeket igen. idéz, ami, tehát, hogy honnan jött ezt a veled? Azt mondtad, hogy a szüleid értelmiségiek voltak, tehát, hogy nem feltétlen, nem tudom, hogy apukád mondjuk barkácsolta otthon, de hogy mi volt nálad az elindítója ennek egy 90-es években született embernek, hogy ezt a mentalitást ráadásul ott tényleg a nyugati határszélen még a magadénak őrizd, és hogy a magadénak tud. Mindkét nagypapám igazából. Tehát a nagyszülőktől jött? Hát igen, ugye én nagyon sokat voltam nagyszülőknél, mert ugye szüleim dolgoztak, valahova el kell tenni a gyereket, meg hát ugye voltunk hárman testvérek, illetve vagyunk is még mindig. Azért nagyon sokat voltam nagyszüleimnél. És egyik oldalon nagypapám ugye vasutas volt, meg egyébként ő szoktatott rá a bolhapiacra járásra. Mindig mentünk itt, Celdömölki bolhapiac. Na kis jön, tessék, itt van 200 forint. Aztán akkor beszabadultam vásárolni, amit éppen akartam. Ez a Celdömölki bolhapiac, ez olyan, mint mondjuk a Lomis falukot? Nem, az annyira vagy? Nem. Tehát nem egy Devecser kategória, tehát Devecser az egy durva hely ebből a szempontból. Szoktál járni Devecserre? Hát egy időszakban igen, csak, hogyan mondjam,
Azt szoktam mindig mondani, hogy egyszer alkuttam olyan jó, hogy majdnem megkéseltek, azóta annyira nem. De nem, egyébként nem szerettem annyira, mert hát tényleg valóban egyszer majdnem megkéseltek, annyira alkuttam. Úgyhogy, ott vettem az első egykerekűmet szerintem. Egyébként nem rossz hely, tehát ki lehet fogni jó dolgokat, csak viszonylag ki is esik, messze is van. Bocsánat, hogy megszakítom, tudod, mi tetszik igazán Devecserbe? Hogy ott tényleg ez a nyugat hulladéka, de nem úgy nézed, hogy a nyugat hulladéka, hanem ilyen kortörténeti jelleg, hogy bemész, és akkor találsz egy ilyen irgalmatlan méretű ládát a pajtába, amiben műsoros eredeti VHS kazetták vannak, németül, de ilyen Rambo 3, Terminátor 2, és eredetiek minden, és hogy tudod, hogy már valószínűleg semmit nem tud vele kezdeni a lejátszó, de mégis, ahogy ott fogod a kezed... Meg szoktam venni már csak azért, hogy jól néz ki, és igen? Kirakni. Van egy német nyelvű Alien versus Predator, kivarakva a falra, meg az 1984-es osztály, az ilyen zombis, nagyon trash. De egyébként, amiket én még annó vettem a Devecserén, a holland techno kazetták. Nem kazetták, a CD-k. A Gabber Bulik, tudod? Igen, Thunderdome CD-k. Thunderdome. Idefele is ezeket hallgattam. Mindenkinek akkora a pupillája, hogy betolott rajta a platósifa. Igen, de egyébként meg... Zseniális. Szerintem teljesen élvezhető zenék, anélkül is, hogy mindenféle drogot fogyasztaná. Éjszakai vezetés, ez jó tud lenni. Tehát amikor az ember már nagyon fáradt, nagyon menni kéne, és akkor beteszel egy ilyen Thunderdome-ot, akkor az még egy kicsit ébren tart. Engel is jó volt, tehát azzal jöttem végén, nyomattam. Szegény Citroën, mert most megint kecserélem ezt a hangszórót, mert a techno az nem kegyelmez. Szóval hogy a core dokumentum jelleg ezeknek a devecseri túráknak, hogy ott egy picit így sok, így tudsz úgy nézni bizonyos sarkokat, hogy az 1985 óta ugyanúgy néz ki, és ez egy ilyen... Mondjuk én pont a másik irányba orientálódtam, nagyjából ugyanolyan távolságra. Mi Oberwartba és Kemetembe jártunk ki piacra. Ugye, hát egy ilyen jó 16-7, most már lassan 8 évvel ezelőtt, ilyen 15-16 évesen kezdtünk el kijárogatni Oberwarti Bolhára, és hát ugye nekem ugye annó 18 évesen lett autóm, az hatalmas szó volt, és azt abból sikerült megvenni. Ugye nem voltunk annyira anyagilag feldobva, sajnálatos módon a 2009-es válság után azért mi is megkaptuk a magunkét a svájci frank hitelben, de én azt csináltam, hogy kint megvásárolt tévéket, elektronikai cikkeket, videójátékokat, ilyesmiket hoztam haza, javítottam meg, javítottam fel, és adtam tovább Vaterán, hogy akkor mi pörgött a Vatera mint az állat, és hát abból össze sikerült kaparni 100.000 forintos kis Peugeot 306-ra, és ugye abból lett nekem igazából mindenem. Tehát gyakorlatilag... Ez volt a megfeszített vezérlésű, átugró vezérlésű, pontosan. Majd összeakadó vezérlésű. Pontosan. Megtanultál vezérlést cserélni. Hát egyébként visszatérve, ugye legelején pont a felelősség kérdését boncolgattuk, hogy hát mivel, hogyha hozzá nyúlsz és szar lesz. Az igazsága, azért kezdtem én el az én kis Peugeot-omat henkölgetni, mert kicserítettem a hátsó futóművet benne egy hivatalos szerelővel. Na most hazafele menet majdnem beleestem az árokba vele, mert berakták ugye a futóművet, a négy csavar csak rákapatták ugye a hátsó torziónak. És ott elkezdett így menni a hátulja mindenfelé. Olyan driftes lett. Igen, tehát ez ilyen targonca kormányzás. És hát akkor úgy voltam vele, hogy 40.000 forint is elejtett ki a futómű, a 100.000 forintos autóba, plusz a futómű, és mondom, hogy igazából én is meg tudom magamat ölni ingyen. Jó, most ez vett fekete humor ugyanígy, de tényleg, tehát így most akkor oké, megvettem a Haynes manuált, abból le van írva minden, hogyan kell csinálni. És a Haynes az nagyon jó, mert az nem egy gyári szerelési manuál, hanem az tényleg azóta az is mindig megveszem minden. Mechanics for dummies. Igen. És megvettem a Haynes manuált, tök jól le van benne írva, hogyan kell csinálni, hogyha ezt végigköveted, akkor onnantól nagy bajod nem lehet. És ez alapján azóta megvan az XC40-hez, megvan a Fiat Tipo-hoz, megvolt a Toyota Previa-hoz, megvan az S-Type-omhoz, mindenhez. Még a Robur-hoz is találtam, még nincs nálam, de majd az is lesz. De tudod, a Trabant-hoz meg van 6 féle könyvem. Úgyhogy igazából, ha most van. Ezt nem hiszem el, kétszer nyomtam meg a gombot. Támadnak az almás termékek. Elnézést. Szóval, hogy a... Igen? Szóval a felelősség kérdésére visszatérve, most
egy gépet, amit ember rakott össze, azt ember szét is tudja szedni, és újra össze is tudja rakni. Nagy általánosságban. Most nem mondom, hogy amit néztem nálatok, V12-es motor szétfűzés összefűzését, lehet nem állni neki. Mert nem biztos, hogy... Nekem Dani azt mondta, hogy előtte még ő sem csinált ilyet. Már hogy V12-t. Uh-huh. Viszont... mint látjuk, tehát hogy az autó az végignyomott egy ANTS driftaxisztatást, azután igen. Egy nappal, hogy elkészült, tehát hogy jó, egy fél tengely eltör, de hát ezt nem lehet tudjuk a motorfelújításnak. Akkor úgy mondom, hogy tehát amiben nem vagyok biztos, annak nem állok neki én se. Uh-huh. Tehát azért a felelősség. Oszd meg velünk a helytitkokat, mi az, amit még te is kiszervezel? Hát mondjuk az ilyen motorfelújítás témákat eddig mindig kiszerveztem, tehát lehet, hogy ez most így fura lesz, de én még motort, talán a Warburg motoron kívül nem raktam össze, és azt is elcsesztük, mert rosszul sikerült kimérni a hengerfejtömítés vastagságát. Megvan a podcast címe. Leleplezés, exkluzív. Még semmit nem rakott össze rendesen, és még be sem fejezett semmit. Undorító. Nem, de értem. Úgy különösebben nem szoktam. Tehát a következő az valószínűleg a roburomnak a motorja lesz. A benzines rubur motort fogom, azt fel szeretném újítani. És tehát eddig ez valahogy nem volt ennyire kérdés, hogy tehát nem volt alkalom, hogy én most nagyon motort felújítsak. Meg hát ugye műhely nélkül, minden nélkül. Persze. Nem álltam neki ilyeneknek. Ugye pont ez lett volna, hát ugye az S-Type-okkal az első nagy ilyen téma, hogy ott volt a két V8-as. Az egyik az főtengely csapályos, be volt állva. A másik az hengerfejes volt, hengerfejek csere, motor felfrissít, tömítés, ilyesmi, minden csere, és bele a fekete, vagy a zöld kaszniba. Nem, a zöld kaszniba, mert abban volt a jó CAN busz rendszer. A feketének a motorvezérlője halott volt. Értem, mindig az. Ez egy AEV 8, ugye? Igen. Hát a klasszikus. De már nem annyi kaszíles. Igen, mert azt hiszem, itt valami olyasmi kavarás volt, hogy a Jaguar neki állt kifejleszteni ezt a motort. Igen. És akkor gyorsan akvirálta őket a Ford. Igen. És akkor a Ford látott fantáziát a motorban, és ugye igen. Nekik volt egy fasz a motor családjuk, ez Modular V8, uh-huh. Meg V10, de a Jaguar V8-at azt elkezdték Fordokban futtatni. Igen. Például Thunderbird, Lincoln, LS, egyébként akármi. Egyébként 3-6-tól 5 literig, 6 literben nem vagyok biztos, de 5 literig mindenképpen ez az AEV 8 volt. Képzeld el, múlt héten volt nálam egy Land Rover Defender 90. Abba is az volt. V8 kompromisszum, és az is AEV 8, de tök érdekes, hogy amikor kinyitod a géptetőt, ugye ez egy JLR, tehát egy indiai uh-huh. cégcsoporthoz tartozó autó, ugye Tata, uh-huh. akkor a FOMOCO felirat fogad. Igen. Hogy Ford Motor Company, igen. Szóval ez... De ebbe is a váltón mindenhol, tehát ugyanaz a váltó van benne, mint a korabeli Ranger-ökben, az ilyenekben. Hmm. Igazából egy Ford, mert ugye maga az S-Type-nek a kasznia, az a Lincoln Town Car, és ugyanezzel az alapra épül. Most nem mondom, nem tudom, mi a pontos neve. Igen, néztem én is, és egy nagyon távoli elszármazása a 2004-ben bemutatott Sid Ramner-es féle kocka Mustang. Igen. Tehát még az is. És pontosan azért gondoltam megcsinálni ezt az autót, mert egyrészt egy nagyon stabil kaszni, meg maga, főleg a fekete autó, az lett volna inkább ilyen versenyautó célokra megcsinálva, amatőr versenyautó, tehát gyári motor, gyári minden, csak lett volna benne egy cső, meg két ülés, meg egy kormány. Úgyhogy... Azt sajnálom, hogy az nem fog összejönni, az nagyon ocsordány módon mutatott volna a versenypályán. Van bele motorom. Van bele motorod. Úgyhogy majd abból még lesz valami, de nem versenyautó lesz, az biztos. Arra vettem a Saxót. Saxót, igen. Saxót. Mindig 106-nak mondom, vagy lepezsózom. Nem vagy olyan messze amúgy. Ugyanaz, csak... Persze. Igen. Szóval mindegy, igazából ezek mind olyanok voltak, hogy ilyen alkalmi vétel kategóriás autók. Arra kellett rájönnöm, hogy én igazából egy téged egy kicsit irigyellek, mert te úgy mentél el youtuberként bohockodni, hogy azért neked van egy monetizálható polgári szakmád, és ez a lépés, ez nekem kimarad. És miért? Bölcsészként is tök jó dolgokat lehet csinálni, nem? Nem. Szóval, hogy igen. Az Aldi jól fizetem. Amúgy tényleg, de a Lidli közelebb van, úgyhogy mindig azon gondolkodom inkább. Látom magam, amikor sütöm az éket a... Én voltam árufeltöltő Aldiban is, és Lidliben is, mérnökként. Én csak Tesco-ban. Mérnök hallgatóként. Igen. Na de hogy záró kérdéskör, hogy meddig tart az MH Vlog univerzum,
milyen univerzum építésben gondolkodsz? Lesz a cégbirodalom, lesz Empire, vagy amíg szórakoztat, addig csinálod, aztán becsukod a boltot, és elmész más csinálni, vagy mit látsz te most ebben? Nem szeretném úgy csinálni, hogy ez nem szórakoztat. Azt nem tudom, hogy ez hova fog fejlődni még. Az biztos, hogy szeretnék, hát most profán, de szeretnék emelni a színvonalon. Inkább nem is a színvonalon, inkább azon akarok emelni, hogy egy kicsit hogyha muszáj valahogy megjelenni, kinézni valahogy. Mert jelenleg, ahogyan ugye a videókban látod, félkész minden, nem fejezek be autókat, stb. Ezt meg is kapom a nézőktől, meg hogy csak folyamatosan veszem a hülyeségeket, de nem csinálok vele semmit. Szeretném egy kicsit most beleterelni egy olyan mederbe ezt az egészet, hogy lesz egy normális hely, egy rendes műhely, jól bevilágítva, ahol kényelmesen és kvázi minőségibben tudnék dolgozni az autóimon. Szerszámolottságom megvan, minden megvan ahhoz, hogy gyakorlatilag, hogy én kilakatoljak egy autót, egy motort rendbe tegyek vele. Tehát nagyjából egy morógép még hiányzik, de ezt a rögépen is van minden. Csak nincs hol használni. És meddig látsz? Években gondolkodsz? Évtizedekben gondolkodsz? Hónapokban gondolkodsz? Én most már egy kicsit messzebb merek gondolkodni. Ha tavaly évben ezt megkérdezed, akkor azt mondom, hogy a következő hónap is sem látok el, hogy mi a fene fog velem történni. De így már egy másképp értékelem a dolgokat, hogy mégse vagyok akkora bűnöző, adhatom el a nagy fekete BMW-t, és így... Az is V8, ugye? Tehát a 35i az a kis V8-uk volt. Az a kis V8, igen. Mert ugye ugyanabban az időszakban a 35i az jelölt biturbós orrhatat is a 3-asban. Ez a szívó sima kis V8. Uh-huh. Nem rossz kis autó, remélem be fog indulni azért. Nagyon olcsó volt. De... Megvan még a szerzés öröme? Tehát most már azért túl vagy egy 70-80 autón, és meg. Hogy az öröm, amikor fölcsörlőzöd a trélerre, meg ott van lecsörlőzöd, akkor még mindig azt érzed, mint mondjuk az első. Körbeugrálom. Ha meg utána elindul, akkor meg megint. Tehát most például, nem tudom, mennyire látod a videókat, ugye vettem néhány autót, néhány halottas kocsit, csak úgy hobbiból, és ugye az elektromos kis vontató targoncára épített halottas gépjármű, az meg is érkezett hozzám, és beindult, működik, tettem bele kis akkumulátort, olyan videón csatogtam vele az udvaron fel alá, hogy csak na. Mert egyszerűen jó érzés. Mind a mai napig nem tud, tehát még ez az egész hatósági hülyeség sem tudta belőlem kiirtani azt, hogy én ennek örüljek, hogy itt megvettem valamit, azt sikerült beindítanom. Terveim persze vannak vele, mondom, ez a legnagyobb probléma, hogy nincs normális, ahol. Tehát ha láttad az E34-nek a fényezős videóját. Én is fényeztem úgy. 83 000 forintos fényezés volt, ahhoz nem volt olyan rossz. Tehát Nem akarok a végtelenség így csinálni dolgokat. Tehát azért feküdtem most rá ennyire erre a műhely projektre, hogy három évet tervezek arra, hogy itt ez a műhely komplexum elkészüljön. Ami szerintem reális lehet a jelenlegi állapotokat nézve, és azt, hogy ez a csatorna még fejlődhet. Magával hozzád viszont egy kérdést, hogy ha túlságosan átcsapsz profiba, az nem öli meg az egésznek a lelkét? Ettől félek. Tehát szerintem ez azért működik, mert a pontos spontanitás és az önfeledtség miatt működik ez az egész. Tehát, az, hogy egyik videó sincsen megírva, hogy mi fog történni, hogy fog történni, és gyakorlatilag tényleg egy videoblog, ha azt vesszük. Tehát a legnagyobbat ment videóim, azok mind a legspontánabbak, és vagy az Eurocargo széria, mert az... Így messziről nézve már jó sörmeleti sztorik, de amúgy ott, amikor készültek és mondjuk gyöngyösen megálltunk adagoló nélkül, az kellemetlen volt, meg ilyenek. De spontán, abszolút nem megírt, életszagú és úgy önmagában vidám. Tehát nem, hát nehéz leírni, mindig nehéz erről beszélnem, mert próbálom ezt az upbeat vonalat továbbvinni. Mert én így érzem, tehát nekem ez mind a mai napig ilyen. Viszont, csak, ha elfogadsz egy jó tanácsot, szerintem azzal, hogy végig rágtad magad ezen a kanosszajáráson, ezzel testiesen szóval, hogy olyan skillsetre tettél szert, amivel akár hozzád hasonló cipőben járó embereknek a témáit is feldolgozhatod, vagy akár ehhez kapcsolódó ilyen autós témákat is feldolgozhatod, mert
igény van rá, ez látszik. Nem feltétlen csak a személyed miatt, hanem azért, mert tényleg alaposan végig dokumentáltad, tehát, hogy nagyon, nagyon konkrét munkát végeztél ilyen szempontból. Ugye itt nem tudtam volna mást végezni, mert vagy mindent dokumentálok, vagy elbújok egy kő alá. Ez a két lehetőség volt, hát igen, mert az Isten nem mossa le rólam, hogyha ezt... Ha megmaradsz félúton és manipulálod esetleg a dolognak az állását, akkor utána te is kompromittálod önmagad. Pontosan. Tehát ez a, ha az igazat mondod, nem keveredsz bele a sztoriba. Hogyha most megjelölhetnél egy külföldi tartalomgyártót, vagy akár itthoni tartalomgyártót, akkor van valami olyasmi cél, hogy egy ehhez hasonlóvá szeretnél válni, vagy ide szeretnél eljutni? Volt egyáltalán valaha ilyened? A mérhetetlen videógyártás és szerelés mellett van időt tartalmat fogyasztani? Folyamatosan. Igen? Tehát én rengeteget lógok YouTube-on, ugye hallgatom, nézem, fogyasztom, stb. Majdnem 500 satornára vagyok feliratkozva. És hát itt szemezgetek mindig, ami éppen. Ahogy én elkezdtem annó, az a Bees for Build, az Bees for Build, igen. Na, a legkorai Bees for Build-et. Amikor még volt 80 ezer feliratkozója a srácnak, akkor kezdtem még el nézni. Még nem adta el magát, akkor még igazi YouTube? Nem. Te mert, hogy is. Tudjuk, aki pénzt keres abban, amit szeret csinálni, az eladta magát. Uh-huh. Nem magamat adtam el, arra semmi kereslet nincsen, a nézőket adtuk el. Csak ventilátor. Igen. Ne. Szóval én szerintem ezt valami ilyesmit fogok kihozni ebből, hogyha még tovább tudom csinálni. Tehát ez a Tavaris, Sam Crack, Matt Armstrong. Roadkill. A Roadkill az a baj, hogy nem csinálhatom azt meg, de hogyha ilyet csinálnék, akkor az csak a Vice Give Garage. Őket pont nem ismerem. Ismer meg. Egy, másfél, két órás videóik vannak arra, videója van a srácnak arról, hát a srác szerintem egy tízessel idősebb minden, hogy kimegy a valahova, vesz egy autót marketplace-ről, 20 éve nem ment, oda megy, szerszámkészlet, egy-két gumi, meg ilyesmi, összekalapálja annyira, hogy működjön, amennyire én szoktam a saját kis roncsaimat összekalapálni, hogy menjen, utána megy vele 800 mérföldet haza. Zseniális. Azért ebben van. És, mondjuk Magyarországon nehéz 800 mérföldet menni, mert akkor megkerülött 300 országot. Egy kamera és egy állvány van az embernél. Nagyon jó. És ez mindezt ASMR szinten gyakorlatilag, és olyan jó humora van, meg olyan tök jó, ahogyan mondja, meg saját maga nyomorán poénkodik. Nekem ez tetszik, mert én is ezt csinálom. És hát ugye mi ezt annyiban tudtuk ugye magyarosítani, hogy azért volt nekem az Eurocargo. Mert arra bármit föl tudtunk tenni, bármit rá tudtunk húzni, és haza tudtam vinni. Nem mehettem vele haza, mert Magyarországon élünk, de cserébe meg hasonló típusú kontentet tudtam belőle készíteni, és lettek tök jó autóim. Hát, ja, tök jó. Tök jó. De ezt múltkor beszélgettük, hogy tegnap este beszélgettük egy barátommal, hogy az autó jósága az nem a konkrét, objektív, mérhető jóságán múlik, hanem igen. Az, hogy neked mit jelentett, hogy nekem vannak olyan nagyon-nagyon elcseszett autóim az autótörténelemből, amit sokkal többre tartok, mint jó autókat, pont azért, mert hogy van bennük valami. Az érzés, ami hozzátársul, inkább. Nem is feltétlenül az érzés, hanem mondjuk a Eunos Cosmo 1990, a Mazda csinált egy 5 méteres óriás kupét, egy háromtárcsás vankel motorral, szekvenciális biturbóval, és ebben volt a világon először GPS. Egy csodálatos gép, nem erről van szó, valószínűleg minden paraméterében rosszabb, mint egy kortárs 850-es BMW. Igen. De a 850-es BMW az egy N+1 nagymotoros BMW, ami szép. Az Eunos Cosmo viszont egy olyan gyártótól jött, aki soha nem csinált olyat, és annyira érdekes műszaki megoldásai vannak, ami máshol nincs. És hogy nekem emiatt ez egy kedves dolog, holott tudom, hogy tényleg egy 8-as BMW az egy mennyivel nagyobb lesz. Hát nekem inkább az ilyen érdekes autókra, vagy ilyesmikre kvázi áll fel, mert és az érdekes, az nem egyet jelent azzal, hogy jó, hanem az. Nem, tehát nagyon-nagyon, most itt például a Citroen C5-össel mászkálok, de a BX az ugyanígy, tehát nem feltétlenül nagyon jó autók, tök jó a maga nemében, de nagyon sokan félnek tőle. Mert hogy hidraulikus a futóművel, úristen. Mert nincs is stúdióműveljük hozzá. Igen. Meg egy donorjuk. Nincsen donor, mert sajnos a V6-tal sok minden nem közös, meg most találtam váltót a V6-ba, úgyhogy valószínűleg is föl lesz támasztva. Hál' Istennek. Te lesz a C5 pápa. Hát egyébként azon gondolkozom, hogy az a V6-ossal bele kéne turnó az agyába, hogyan lehet vezérelni a szelepeket benne, és egy nagyon-nagyon lassú lowrider csinálni belőle. Külön vezérelni a kerekeket, mindent. Mert tudja,
meg tudja csinálni. Ezzel lehet kereket cserélni még ilyen kis időkutya módon? És felemeli az egyik kerekét? Szerintem nem, mert nem tudja annyira leengedni a hátulját, tehát szerintem ahhoz át kéne állítanom a magasság. Az egy jó feature lenne, gondolom, hogy megállsz, és akkor Ja, hát én azt eleve úgy csinálnám meg, hogy... BX csinálta. Igen. Én azt úgy csinálnám meg valószínűleg, hogy az tényleg elektronikusan vezérelhető legyen, és egy Arduino-val és nyomógombbal, távirányítóval valami, és akkor lehetne játszani. Adj neki egy Chicano festést, ilyen francia chanson zene szólna belőle. Igen, igen, igen. Tehát valami nagyon rigító, orbitális rettenetet akarok belőle csinálni. Csak tudod, ehhez is mi kell? Egy megfelelő műhely. Ez az alapja az egésznek. És na, ha te ez... azt megcsinálod, akkor én megcsinálom a Red Prius-t, és akkor körbeért a világ. Hát majd elmondom, hogy Redben milyen terveim vannak, szerintem azt tetszene. Hagyjuk azt kamerán kívülre. Azt kamerán kívülre, nyilván. Kamerán kívülre. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. A nézőktől azt kérnem, hogy iratkoznak fel ránk, és iratkozzanak fel Tomira, bár most jelen esetben mi vagyunk jobban rászorulva. Tényleg gratulálok ahhoz a 100 000-hez. Szerintem tök jó dumáltunk, nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és akkor ezt a bringás bulit, ezt eljtsük meg valamikor a Kőszegen. Simán. Kerítek neked valami rendes kerékpárt. Mondom, tényleg kipróbálnék egy igazán jót, mert akkor legalább lesz egy viszonyítás alapom, hogy oké, ezt kapott 3 kilóért. Ezt meg 3 millióért. 3 millióért. Megnézzük. Mondom, nagyon kíváncsi vagyok rá. Összehozzuk mindenképpen. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttél. Én köszönöm a lehetőséget. Veled a TED csatornádon, velünk pedig itt a Check Engine-en találkozhatok hamarosan.